Szevasztok srácok! Ebben a videóban be fogom mutatni, hogy a Windows zárolási képernyőn megjelenő fotókat hogyan tudjátok megszerezni. Több olyan fotó jelent már meg itt a zárolási képernyőn, ami számomra megnyerő volt, mint például ez a szigeteket bemutató fotó is. És többször elgondolkoztam már rajta, hogy milyen jó lenne ezeket megszerezni, mert ezek minőségi képek. De hogyan tudnám megszerezni, hogyan tudnák hozzáférni? Ezért utána jártam, és hogyha téged is érdekel, akkor nézd végig a videót, mert egy pofon egyszerű eljárással te is megszerezheted az épp aktuális, neked tetsző fotókat. Én ezt a képet szeretném megszerezni, mert utána ezt fogom beállítani háttérképként. Akkor először is lépjünk be. Az egész folyamat pofon egyszerű, miután tudjuk a megoldást. A megoldás pedig az, ez most a legegyszerűbb verzió, lehetne máshogy is csinálni, a legegyszerűbbet mutatom. Senkinek nincs ideje itten, hogy sokáig tököljön. Ezt a linket kell kijelölnöm. Ezt majd neked egyszer le kell írnod a videóból, és egy ilyen szöveges dokumentumba be kell illesztened, hogy utána egy Ctrl-C billentyű parancsal vagy másolással ki tud másolni. Most én nyomtam egy Ctrl-C-t a kijelölés után. Ezután megnyomjuk a Windows plusz R betűt, ami előhozza a futtatást. És itt a futtatási részbe egy Ctrl-V-vel beillesztjük. Látjátok, ide beillesztettem. Hoppá, a kamera épp nem nagyon látja. Na mindegy, itt van a futtatási képernyő. Ezt hoztam elő a Windows plusz R billentyű egyszerre történő megnyomásával. És ide a megnyitás részbe beillesztettem ezt a linket. Itt nyomok egy okét, és már ott is vagyunk, ahol a zárolási képernyőknek az adatai vannak. Itt nyomsz egy Ctrl-A billentyűt, amivel kijelöljük az egészet. Ezt, amit kijelöltünk, nyomunk egy másolást, és ezt kimásoljuk számunkra tetszőleges helyre. Most a C-n nyitok egy képek könyvtárat, mappát, és ide beillesztem Ctrl-V-vel. Amint látjátok, beillesztettem, de ezek még nem képek. Vagyis képek, csak nincs kép kiterjesztése, ezért a intéző nem ismeri föl. Most csinálunk egy olyat, hogy Total Commander-be megnyitom. Nem kell hozzá Total Commander, de most így a legegyszerűbb bemutatnom. Itt van a kép mappa, amit az előbb készítettem. Kijelöljük az egészet, és nyomunk egy F6-ot, áthelyez, átnevez. És itt az átneveznél csillagpont csillag, a második csillagot kitöröljük és beírjuk, hogy JPG. Egy kép kiterjesztést adunk. Az első csillag meg azért kell, hogy az összes fájlra érvényes legyen a parancs. És már készen is vagyunk. És amint látható, a háttérbe meg is változott, hogy az összes átváltozott képre. Most kikeressük azt a képet, ami számunkra tetszetős, amit el szeretnénk menteni. És meg is van az a kép, amiért én ezt az egész folyamatot létrehoztam. Ilyenkor vagy a képnek a nevét felírjátok, vagy mivel, hogy itten a nézetnél extra nagy ikonra
rákattintatok, nem is kell felírni semmit, csak itt kiválasztjátok azt a képet, ami kell, a többit megtörlitek. Vagy azt csináltok végül is innestől kezdve, amit szeretnétek. Látjátok, ilyen egyszerű a folyamat. A kulcs az egésznek ez a link volt. Ezt szó szerint meg is találhatnátok a users könyvtárba, és ott a local appdata rejtett mappába, és ott végig lépkedve a patkörés, Microsoft Windows Content Delivery Manager, stb. Almenükbe. De ha ezt így kijelöltitek, és beillesztitek a futtatás részbe, akkor viszont egyből odadob a rendszer, és onnantól ki tudjátok másolni. Szóval ennyi lett volna, amit beszerettem volna mutatni. Ha tudtam segíteni, kérlek te is segíts azzal, hogy feliratkozol a csatornámra, lájkolod a videóimat, és ennyi. Köszönöm szépen, hogy végignézted a videómat. Köszönöm az idődet, és legyen csodálatos szép napod. Szevasztok!